Június 9-én választ az ország. Választ megyünk Hajdú-Bihar megye, és választ városunk abba. Kik közül választhatunk? Június 9-én kerül megrendezésre a polgármester választás, a helyi képviselők megválasztása, az Európa Parlamenti választás, a megyei közgyűlés tagjának a megválasztása, illetve a helyi kisebbség önkormányzat tagjának a megválasztására kerül majd sor. A szavazólapok hogy lesznek becsomagolva? A szavazólapok külön lesznek becsomagolva. Azok, akik nem szavaznak kisebbségi önkormányzati tagokra, azok 4 darab szavazólapot fognak kapni, akik pedig igen, azok 7 darabot fognak kapni. A képviselők népsőre az rendkívül izgalmas lehet. Hány képviselőjelöltünk van? A 8 képviselőhelyre 15 képviselőjelölt adta be a jelentkezését. Polgármester 1, a kisebbség önkormányzata pedig az 5 helyre 5 fő jelentkezett. A választópolgárok lakcímére értesítő érkezett, hogy melyik választókörzetben, melyik szavazókörzetbe kell nekik menniük. Egyébként hány ilyen szavazókörzet van Kabán? Kabán jelenleg 5 szavazókörzet van. A Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár, a Kultúriskola, a 7 színvirág óvoda, a Napsugár óvoda, valamint a Támasz Alapítványnak a központja. Azok a választópolgárok, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak eljutni a szavazóhelyiségekbe, azoknak milyen lehetőségük van? Ezzel alkalommal is tudnak mozgóurnát igényelni, aminek az igénylését a szavazás napján délig le tudják adni. Milyen okmányokat kell magunkkal vinnünk a szavazáshoz? Érvényes arcképpel ellátott okmányt, ilyen a jogosítvány, a személyigazolvány, az útlevél, illetve a lakcímet igazoló lakcímkártyánk.